Tehát először egy rózsát fogok készíteni. Rózsaszirmokat húzunk, elvékonyítom a cukrot. Megvan a szirmunk. A hüvelykujjunkkal, illetve a mutató ujjunkkal kialakítjuk a szirmnak a formáját. Kettő szirmot kell középre behajtani, az lesz a rózsánknak a közepe, illetve utána a 3 és 5 szirom a következő szirom sorba. Cukrokat folyamatosan mozgatni kell a karamellámpa alatt, mivel nem egyenletesen melegíti, így helyenként melegebb, helyenként pedig keményebb lesz a cukor, nem lehet szépen húzni egyenletesen. Ha túl meg a cukrunk, akkor a selyemfényét elveszti, nem lesz fényes, hanem teljesen egy matt színű lesz, folyamatosan mozgatni, húzni kell, levegőt kell belevinni, és így ahogy húzzuk, a kristályok megváltoznak benne, és egy szép selyemfény kap. Lehet, hogy sokan ismerik, mint selyemcukor vagy kakasnyalóka, ez a hagyományos változata. Ez ugyanaz, csak virágokat készítünk belőle.